Kicsit sok volt a kihagyás. Sziasztok egyébként. Két hónapja nem volt fent videó, és kicsit nehéz is belekezdeni egy vlogba, mert hát én szoktam tőle, őszintén megmondom. De valahol el kell kezdeni újra, és neki kell állni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a mai napot választom. Annak a napnak, hogy nekiálljak újra a vlogolásnak, mert ma Salzburgba megyünk, és programozunk egy kicsit. Ha az idő is úgy akarja, mert összetem megmondom, tegnap Innsbruckba voltunk, és azt írták, hogy borzalmas ilyen 18 fok lesz, és eső. Ehhez képest reggel mondjuk tényleg 14 fok volt, amikor elindultunk, de utána kisütött a nap, és ilyen 20 fok körüli hőmérséklet lett, szóval végülis tök jó idő lett. Azt képest, amire számítottunk, ma pedig úgy néztük, hogy Salzburgba, ma a napos idő lesz 25 fok, nem esik az eső. Ehhez képest mutatom is, hogy mibe megyünk bele. Ehhez képest ez az időjárás fogad minket. Most itt hát jó, még nem vagyunk Salzburgnál, de azért így közeledünk, és valahogy így egyre csak rosszabb lesz. Így egyre csak felhősebb és ködösebb, és nem tudom, mi lesz ma. Szóval ez az időjárás vár minket itt, és nagyon reménykedem benne, nem tudom, mennyi, 9 óra 12 van, hogy ez csak így a reggeli köd, és majd elszáll, és nem a hangulatunk száll el, és tudunk kirándulni, mert szeretnénk egy kicsit mászkálni Salzburgba. Hát, hogyha ilyen idő marad, akkor nem tudom, hogy hát csak ne essen. Mert ha nem esik, akkor tudunk menni állatkertbe, hogyha esik, akkor viszont kinéztünk egy ilyen természettudományi múzeumot, ahol már egy ideje szeretnénk menni, akkor lehet, hogy oda megyünk. Igazából mind a kettőt szerettük volna, de nem tudjuk, hogy mennyire lesz rá időnk, meg erőnk is, meg Christopher mennyire fogja bírni. Plusz szeretnénk kicsit nézelődni is, van Salzburgba ugye egy nagy pláza, az Europark, ugye? Igen. Azt hiszem. Meg van a Designer Outlet, annak tudom a nevét, mert azt nagyon szeretem, bár sok pénzt nem tudok elkölteni, mert hogy az ott ilyen designer cuccok vannak, viszont imádok nézelődni, és vágyni rá, hogy majd egyszer csak megveszem. Jó, már azért vettünk a dolgokat, de na, azért egy álmom az egy kulcstáska, és hát azt mindig megnézegetem. Szóval ezek a tervek, plusz még szeretnénk ebédelni is. Van egy nagyon jó hely Salzburgba, ahol tök finom bordát adnak. Oldalast. Az a borda. De oldalasnak kiemeli mindenki. Szóval tök finom oldalast adnak, és hát vagy hogy oda megyünk el, vagy hogyha nőnélyesek leszünk, akkor a Designer Outletbe eszünk, ez szerintem még nincs eldöntve. Nem. Ja, még nincsen, szóval mi meglátjuk, hogy hol. Mert egyébként a Designer Outletbe is van egy nagyon-nagyon finom tájétterem, és igazából bárha leszünk, mindenhogy jól járunk, szóval valamelyiket meg kiválasztjuk. Na, ez a terv mára, és akkor majd az időjárás módosítja a termeinket, vagy nem.
designer outletbe bementünk ebbe a Ravensburger-es boltba, és itt tényleg le voltak akciózva a játékok meg a könyvek. Ezt a dínos könyvet, ezt már régóta néztük a Christophernek, ezt külön vettünk hozzá egy zseblámpát, most a Péter beszaladt a Spárba. Amúgy ez ilyen, hogy ezeket lehet megvilágítani zseblámpával. Na, elment a motoros. Szóval ezeket a lapokat lehet megvilágítani zseblámpával. Nem próbáltuk még ki, úgyhogy többet és se tudok erről mondani, de hát gondolom, hogy este ugye, hogyha megvilágítod, akkor rendesen látszanak, nem csak ilyen sötétben. Plusz ugye információk is vannak a dínokról. Ez a Wieso Weshabarum könyv, ezek magyarul a mit, miért, hogyan könyvek, ezekből van. Egyébként több a Christophernek is szeretjük, mert tök sok információ van benne. Aztán találtam 5 euróért, ja igen, ez 10 euró volt, ezt nem tudom, hogy mondtam-e. Amúgy ennek az ára itt a játékboltokban, a könyvesboltokban 20 euró, úgyhogy ez tényleg nagyon megérte. Találtam 5 euróért egy ilyen téli könyvet. Ezekben ugye az a pláne, hogy nyilván tök cukik a rajzok, meg információk vannak, plusz ilyen kinyitható fülek, amiket a gyerekek így kinyithatnak, és akkor ott is vannak ilyen rejtett információk, meg képek. Szerintem nagyon jó. Most, hogy jön majd az ősz, később a tél, ez szerintem tök jó lesz ez a kis könyv. Hoppá! Na, és az utolsó, amit még vettünk, ez 12 euró volt, amúgy ennek nem néztem meg, hogy mennyi az eredeti ára, de biztos, hogy ez is 20 euró fölött van, mert ez ilyen tiptojos, ugye ehhez kell venni egy ilyen tollat, ami beszél, zenél, ezekkel a könyvekkel, meg vannak társasjátékok hozzá, és nekünk van ilyen tollunk, és egy ilyen világatlaszosat találtunk még. Christopher nagyon szereti az állatokat, ugye azért is járunk amúgy ennyit állatkertbe is, nem magunk miatt, hanem a gyerek miatt. És itt meg a világról vannak dolgok, plusz az állatok, hogy hol élnek, itt például ugye Afrikában, melyik részen, milyen állat él. És ezek úgy működnek, ezek a tollak, hogy odaérinted, és akkor mond az állatokról érdekességeket, meg minden képről, tehát bárhova odaérinted, mindenről mond valamit a toll, németül természetesen, de tök jó. Úgyhogy még ezt vettük neki, ezt a világatlaszt. Szóval ez a 3 könyv így azért elég jó. Jó, hogy ezeket megtaláltuk, mert tényleg sokkal olcsóbbak voltak, mint alapból. Ezt a kabátot találtam magamnak a Zarával, aminek nagyon-nagyon megtetszett a színe. Ez ilyen szövet kabát egyébként, de most totál szürkének látszik, de amúgy ilyen zöld. Ez 40 euró volt, és sok mindent nem szoktam a Zarába találni, de ez most megtetszett. Elég vastag, szerintem így őszre tök jó lesz. Egy kézzel nem tudom. Belül pedig ilyen. De szerintem nagyon jó. A Christophernek pedig találtunk egy téli kabátot, ami ugye nem volt leakciózva, de úgy is kell neki, és ez tök aranyos, meg tetszett is neki, és most már úgy vásárolunk ruhákat, hogy neki is tetszem, mert különben nem hajlandó felhúzni. Úgyhogy ezt a dínósat vettük, ez azt hiszem, hogy 50 valahány euró volt. Majd mindjárt megnézem, hogyha megtudom, benne van-e az ára. 51. Na, megtaláltam. Ez némites, és ez 55 euró volt, majdnem 56. De amúgy elvileg ennek is az eredeti ára 80 euró lett volna az a némit outletbe. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy ez volt-e valami 80 euró ez a kabát. Na mindegy, 55 euróért megvettük. Úgy is kell neki majd téli kabát, mert ki fogja nőni, ami van, és ez meg tetszett. Úgyhogy ezt most megvettük, hogy télen már ne kelljen ezért szaladgálni. Meg olyan plámúd sincs. Ja. Amúgy ezt meg tegnap vettem az IKEA-ba, és nagyon tetszik. Ezt még csak úgy hozzámutatom, szerintem tök cuki és puha. Mint látjátok, már hazaértünk, itthon vagyunk. Ezt tegnap voltunk a Primarba,
tudjátok, hogy miről beszélek. És Péter beledobta a kosárba, hogy ez nekem jó lesz, ez a Lilo és Stitch-es mese, de szerintem még magát a mesét sem láttam végig, csak így elkezdtük, de láttuk, hogy ez... Pá, gyüvegpattan. Láttuk, hogy ez nem annyira még a Christophernek való, úgyhogy nem néztük végig. Szóval konkrétan nem tudom, hogy miről szól a mese, de úgy gondolta Péter, hogy ez a póló, ez tök jó lenne nekem, úgyhogy ebben a kis pólomban vagyok. Szóval, na, hát hazaértünk, és nem mondom, hogy a legjobban sikerült ez a mai nap. Nyilván, amit ti láttok belőle, az annyi, hogy tök jó volt. Tehát, hogy így jó volt, mert elmentünk állatkertbe, meg mászkáltunk. De közben, ami a háttérben zajlott, az hiszti hátán. Mert hogy Christopher épp abban az életszakaszban van, amikor így az állatkerten és a játékbolton kívül sehova nem szeret menni, tehát hogy így oké, játszótér meg ilyenek, de hogyha valahova amúgy elmegyünk, akkor nem akar bejönni a boltokba, üzletekbe, és ez persze 4,5 évesen teljesen rendben is van, hogy ő neki nem ez a prioritás, viszont hát mint tudjátok, mi nulla segítséggel vagyunk itt, tehát a nulla alatt úgy értem, hogy nulla, nincsen senki, akinek akár 5 percre is ott hagynánk a gyereket. És így azért elég nehéz megoldani, hogy úgy menjünk el vásárolni, hogy ő nincs ott, mivel hogy közös szabadnapjaink sincsenek, tehát most is úgy tudtunk elmenni, hogy én kivettem egy urlaub napot, tehát egy szabadság napot kivettem, és így tudtunk elmenni együtt, meg tegnap is így tudtunk elmenni, hogy a héten Szabin vagyok, de amúgy nekünk nincsen közös szabadnapunk a Péterrel, nincsen segítségünk, jó, ezt most így mindegy is hagyjuk is, nem panaszkodni akarok, csak mondom, hogy azért visszük boltba a gyereket, mert nem tudjuk máshogy megoldani, tehát nélküle nem tudunk menni boltba, és ugye ez Salzburg nem itt van, az 1,5 órányira van tőlünk, oda meg egyedül nem szeretnénk, tehát mindenképpen szeretnénk én is, meg Péter is menni. Tegnap meg Innsbruckba voltunk, akkor konkrétan a Christophernek vettünk egy halomruhát az óvi kezdésre, tehát neki kellett ruha, plusz, mint említettem, nem szereti, ha már nem tetszik neki egy ruha, azt ő nem veszi fel, ezért mindenképp ott kell lenni, hogy lássa, hogy neki ez jó, vagy nem jó. Szóval nem egyszerű, és ma nagyon nem akart már a tegnapi nap után, tegnap sem akart bejönni boltokba, de meg lett neki ígérve, hogyha ügyes lesz, akkor kap valamit, úgyhogy így előre lefizettük, hogy így előre megkapta, és majd csak akkor mondhatta ki, amikor végelt a napnak, és hazaértünk, és addig jól kellett viselkedjen, ez úgy félig ment is. Na, ma ez már egyáltalán nem ment, tehát egyáltalán nem akart bejönni semmilyen boltba, megállt, hisztizett előtte, és semennyire nem volt együttműködő. Na mindegy, ilyen. Szóval az életünk nagyjából így ezzel jár, szóval... Ez már hozzászoktunk, csak így néha, amikor tényleg most van csak időnk, és meg én hónapokig nem lesz időnk elmenni sehova, azért egy kicsit frusztráló tud lenni. Mindegy, utána elmentünk állatkertbe, 2,5 órát az állatkertbe sétáltunk, akkor egy kicsit jobb hangulata lett, aztán utána a végén már mindenki fáradt volt, és még beszaladtam az orrába megnézni pár dolgot, és ennyi volt, és mentünk is haza, szóval... Szóval ilyen, így telt ez a nap igazából. Nem, amúgy tényleg jó volt, mert így elmentünk, mászkáltunk, csak ezek a kis harcok nem mindig hiányoznak, de hát ez ezzel jár. Igazából ezzel nem tudok mit csinálni, próbálunk rajta javítgatni, meg hogy egyszerűen hozzá kell szoknia, hogy anya meg apa is akar valamit, nem csak mindig az van, amit ő akar, de ezek ilyen kis harcok, amiket így meg kell vívnunk, és majd idővel nyilván jobb lesz, ahogy nő, meg hát 4,5 évestől nem várhatjuk el, hogy tényleg ezeket türelmesen végigvárja. Na mindegy. Úgyhogy igazából ez volt a háttérben, amit nem láttatok, de amúgy az állatkert nagyon-nagyon szép volt, ez az állatkert. Az ennyire zöld, növényes, füves állatkertet rég láttam, tehát mindenhol hatalmas nagy helyük volt, és mindenhol tényleg ezek a hegyoldalak körülötte végig zöld, fák,
tényleg gyönyörű szép volt, nagy helyük volt az állatoknak, és szép helyük volt az állatoknak, sőt a macskáknak a felét, a nagy macskáknak a felét nem is láttuk, mert annyira el voltak bújva itt-ott, hogy hiába jártad végig, hát szerintem találtad meg. Szóval tényleg nagyon jó volt, az Salzburgi állatkertet azt csak ajánlani tudom, mert nagyon szép. Na, igazából ez lett volna a mai napunk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a visszatérő videó. Igazából még nem tudom, hogy ez lesz az első, amit felrakok, vagy tudom, hogy ígértem egy kocsis videót, amiben az autómat megmutatom, és az is el van már készülve, csak még alá kell mondjam a dolgokat. Még egy motor elment. Mert ez a videó az olyan lesz, hogy ez nem ilyen vlogos, hanem... Na mindegy, majd látjátok, de nem tudom, hogy az autós videó kerül-e fel először, vagy ez ilyen visszatérő vlogként, de jön az autóról is a videó. Ne aggódjatok, hogyha ez kerülne fel először. Na, hát ennyi volt, remélem, hogy tetszett nektek ez a vlog, és remélem, hogy legközelebb is találkozunk, mert már nagyon sokan leiratkoztatok, mert nem volt két hónapig videó. Szóval, aki még itt van velem, annak remélem, hogy tetszett, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Ha vettük ezt a zseblámpát, közben kiderült, mutasd meg, hogy volt a végében egy sablon, egy papír, amivel igazából kell a dínókat nézni, úgy, mintha zseblámpa lenne. Hát ez nagyon jó. Hát igen, ezt nem olvastuk el a könyvet, mielőtt megvettük. Nézd, csak Manó itt van ez. Az alá dugva. Itt a szeme, igen. Szóval ez így működik.